Három héttel ezelőtt kezdődtek a demonstrációk az ipari alma alacsony felvásárlási ára miatt. Az egyik osztrák feldolgozó üzem 13 forintot akart adni egy kiló léalmáért, amit a gazdák megalázóan alacsony árnak éreztek. Ők legalább 25 forintot tartottak reális árnak. A hosszas tárgyalások részleges eredményhez vezettek. A kulcsmomentum az a hétfői vásárosnövényi tüntetés volt, ahol az ország 19 megyéjéből több ezer ember jött el a gazdakörök hívószavára. És gyakorlatilag ez a több ezer ember már elérte azt a kritikus tömeget, amire az egyik feldolgozó azt mondta, hogy ő megindítja a termelést. Így a Vajai Dőle Kft. Az, aki megindította. Tény viszont, hogy a többi feldolgozó egyelőre továbbra is áll, ugyanis ők a gazdák követelését még a legkisebb mértékben sem fogadták el. A Döller Vaja Kft. Kilogrammonként 20 forintot kínál a szabolcsi almatermesztőknek. Ehhez jár a 12%-os kompenzációs felár, amellyel együtt bruttó 22 forintot ad a vajai üzem a léalmáért. Ezen a cégen kívül még három feldolgozó üzemmel folynak a tárgyalások. Ezek gyakorlatilag most állnak, és a demonstrálók mindegyik üzem előtt traktorokkal, illetve sok-sok emberrel felvonulva jelzik, hogy ide egy kilóalma nem teheti be a lábát, ugyanis olyan árat diktálnak még továbbra is a profitéhes feldolgozók, hogy ezt a gazdák továbbra sem tudják elfogadni. Most azért bonyolódott a helyzet. Eddig a tárgyaló delegációnak, mivel a demonstráció csak az Austria Juice üzemel előtt zajlott, csak az Austria Juice képviselőjére kellett tárgyalni. Viszont ugye most már az öbbi feldolgozó is megindítaná a termelését, ezért a gazdáknak igencsak szét kell szakadni, hogy mindegyik céggel napi szintű kapcsolatot tartsanak. És megmondom őszinte, hogy azért kicsit most kevésbé zökkenőmentes a tárgyalási folyamat. A gazdák azonban kitartanak. A feldolgozóknak pár hónapig tart a szezon, ebből a 3 hetes leállás hatalmas jövedelem kiesést jelent számukra. Cseh Tibor András elmondta, a termelők delegációja bármelyik nap, bármelyik időpontban tud tárgyalni az üzemekkel egy elfogadható árról.